Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Az ő gondolatait itt középen látjuk, itt felül és alul. A négy levelű lóhere szerencsét hoz. Ő tudja az, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat, hiszen kinyitja a kincses ládát. Itt a sarló azt jelenti, hogy ő eltávolít valamit vagy valakit az életéből, ez olyan hirtelen jön, és pontosan ez hoz számára szerencsét. Az érzelmeit itt látjuk. A kígyó az lehet egy nő, vagy az anyukája, vagy valaki a családból, vagy a társnője, vagy a volt társnője, vagy valaki a munkahelyén. Ez a nő hamis. Hazudik neki, becsapja őt, sőt, mindent előír számára, vagy figyelgeti azt, hogy mit, kivel írogat. És mit fog tenni, az itt látható, a gólya jelenti a változásokat, ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, vagy változik valami köztetek, a körülmények megváltoznak, ő odafigyel rád, és megajándékoz téged. A virágcsokor az jelentheti a te szépségedet, nőiességedet is. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt voltak viták, veszekedések, nézeteltérések, ezt elvágja a sarlóval, lezárja ezt a kapcsolatot, ez jelenti számára a szerencsés fordulatot. Itt megjelenik a felhő, és a feje tetejére állt ez a felhő. Eddig nem tudta, hogyan tovább, mit tegyen, minden olyan átláthatatlan volt, de most megfordulnak az események, hiszen a felhő az fordítva jelent meg, és most olyan hirtelen rájött arra, hogy mennyire fontos lezárni ezt a kapcsolatot, lezárni ezeket a dolgokat. Itt megjelenik a nyilvánosság, kiderül az igazság, ő is megjelenik a nyilvánosságon, lesznek itt kapcsolatok vagy szerződések. Az is lehet, hogy a hamis nő valamit mondott a nyilvánosságon, pletykálkodott. Itt a madarak jelentik a kommunikációt, lehet, hogy tényleg erről volt szó, hogy a nő sokat beszélt, és hazudott másoknak. Rossz fénybe tette őt. Emiatt vannak itt problémák, nehézségek, de ő ezt elvágja, eltávolítja ezt a nőt, és kiderül az igazság. Itt lesznek változások, de ő még zárkózott, kezdetben nem fogja megmondani azt, hogy mit, hogyan változtat. Lehet, hogy időre van szüksége, amíg tudja azt, hogy mit akar elérni. De kisüt a nap, látni akar téged, megjelenik a virágcsokorral, dicsér téged, és jöhet egy ajándék is. Itt a gyermek jelenti az ártatlanságot, a fiatalos kisugárzást, vagy egy új kezdetet kettőtök között. Visszatérve a könyvre, ez jelentheti a zárkózottságát, vagy a titkokat, de lehet iskolázás is.
az ő jelenlegi helyzete. Itt a gólyák újra azt jelentik, ami itt is látható volt, hogy most lesznek változások, munkahelyi változás, vagy költözködés, vagy változik valami kettőtök között, változnak a körülmények. És a te jelenlegi helyzeted. Itt újra virágcsokor van, jelenti a te szépségedet, egy szép környezetet, a virágokat, egy kreatív tevékenységet, vagy egy ajándékot. És ez volt a felvétel. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, ezt a szerelmi jóslást, a díjam az 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!